Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk a negyedik mértani arányos szerkesztését, egy picivel más arányban, mint ahogy az előző részben megismertük. Feladatunk a következőképpen szól. Adottak az A egyenlő 6 cm, B egyenlő 4,5 cm és C egyenlő 1,5 cm hosszú szakaszok. Párhuzamos szelők tálesztételét alkalmazva szerkesszük meg az X szakaszt úgy, hogy az A arányika B-hez ugyanannyi legyen, mint ahogy az X arányika C-hez. Láthattuk már, hogy az ilyen típusú feladatoknál az első dolog az illető szakaszoknak a kirajzolása, tehát vegyünk fel egy 6 cm, egy 4,5 cm, illetve egy 1,5 cm hosszúságú szakaszt. Párhuzamos szelők tétele, szükségünk lesz egy konvex szögre, tehát ami 180 foktól kisebb, és láthattuk már az eddigi feladatoknál, hogy az első szárra visszük rá az első két arányt, tehát az A és a B szakasz arányát, míg a második szárra a második két szakasznak az arányát. Viszont most azt láthatjuk, hogy a második szárra majd úgy kellene rávinnünk az X-et, hogy azt nem ismerjük. Ilyenkor, amikor a keresett szakaszunk az ismeretlen, így ilyen formában nem tudjuk megszerkeszteni, azt kell tenni, hogy mindkét arányt megcserélni. Tehát az A aránynak a B-hez átfordítjuk B aránynak az A-ra, az X aránynak a C-hez pedig átfordítjuk C aránynak az X-hez. Vigyázat, mindkét oldalon meg kell cserélnünk az arányt. Így már láthatjuk, hogy a keresett szakasz az X majd a végére kerül, és az eddig tanult módszer alapján meg tudjuk szerkeszteni. Nézzük akkor, induljunk sorba. A bal oldalon B aránylik az A-hoz. Tudjuk, hogy ezt visszük az OP szára. Először lemérem a B szakaszt, gőzönnyilásba veszem, beleszúrom az O pontba, és ráviszem. A kapott végpontba szúrom most a körzőt, illetve innentől folytatom tovább, lemérem az A szakasznak a hosszát, és a kapott végpontból folytatólagosan elmetszem. Az OP szára, tehát rávittem először a B, utána pedig az A szakaszokat. Az OQ szára egyelőre csak a C szakaszt tudom rávinni, tehát lemérem a C szakasznak a hosszát, beleszúrom az O pontba, és ráviszem. Ahhoz, hogy megtaláljuk a keresett X szakaszunkat, szükségünk van most a párhuzamos szelőkre. Tehát a B szakasz végpontján, illetve a C szakasz végpontján húzzuk meg az első egyenesünket. Ezzel az egyenessel húzzunk most párhuzamosat, szükség lesz ugye a két vonalzóra, mégpedig úgy, hogy az OP száron a második szakaszunk, amit ismerünk, tehát az A szakasz végpontján is áthaladjon ez a párhuzamos egyenes. Amikor megrajzoltuk ezt a párhuzamos egyenest, elmetszettük az OQ szárat, ez a metszéspont valójában meghatározza a keresett X szakasznak a hosszát. Tehát így szerkesztettük meg a negyedik arányos szakaszt. Még annyi maradt, hogy egy külön kis félegyenesre rávigyük ezt az X szakasz hosszát, mert ugye ez volt a mi feladatunk. Mivel ismerjük a szakaszok hosszát, le is tudjuk ellenőrizni az aránypár megoldásával. Tehát, ha a szakaszok hosszai, A az 6 cm, B az 4,5 cm, a C pedig 1,5 cm, írjuk fel az arányt. Figyeljünk arra, hogy az aránypár most lehet már az eredeti, hiszen itt nem szükséges, hogy X a végére kerüljön. Helyettesítsünk be. A helyett írom a 6-ot, a B helyett írom a 4,5-et, X az megmarad, mint X, és a C helyett írom a 1,5-et. Külső tagok szorzata, tudjuk, hogy ugyanannyi, mint a belső tagok szorzata. Keressük, hogy hol van ez ismeretlen. Ez most egy belső tag szorzatában található. Ezzel a szorzattal kezdem. 4,5 szorozva x-el egyenlő lesz, és a két külső tag szorzata 6 x 1,5. X-et ebből a szorzatból úgy hámozom ki, hogy a 6 x 1,5-öt el kell, hogy osszuk 4,5-tel. Tizedes számok osztása, valójában azt is megtehetjük, hogy a tizedes veszőt elvisszük jobbra. Így azt látjuk, hogy mintha fönt nem 1,5, hanem 15 lenne, a nevezőben pedig nem 4,5, hanem 45 lenne. Tudjuk-e a 15-öt és a 45-öt egyszerűsíteni? Igen.
el tudjuk mindkettőt osztani 15-tel, így alulról maradt 3. A végén a 6-ot és a 3-at még le tudom egyszerűsíteni 3-mal, és csak le kell, hogy olvassuk a végeredményünket, tehát a keresett x szakasz 2 cm. Még annyi maradt hátra, hogy az előbbi szerkesztésünkben megkeressük az x szakaszunkat, amit kaptunk, vonalzóval mérjük le, és ellenőrizzük le, hogy tényleg 2 cm-t kaptunk-e. Ha igen, azt jelenti, hogy pontosan szerkesztettünk. Ezzel leckénk végéhez is értünk, köszönöm a figyelmeteket!